Igen, szóval ez jó tapasztalat, hogy van test, és akkor, hogyha csak testtel foglalkozunk, akkor az kevés. Ezt És amit beszéltünk, hogy kell lelki tapasztalat. És igazi lelki tapasztalat egy szempontból nagyon nehezett szerezni. Abból szempontból nehéz szerezni. Abból szempontból nehéz szerezni lelki tapasztalatot. Miből? Utána folytatom. Punctul de vedere din care este greu să obții experiență spirituală este... Mert csak hiteles úton lehet szerezni. Da. Deci este greu să... Pentru că alegi doar drumuri? Că din cauza că trebuie să îți alegi un drum autentic prin care poți să obții experiență spirituală. Deci dacă nu e oficială cale spirituală, nu o să obții niciodată rezultat spiritual adevărat. Viszont, hogyha hiteles úton megyünk, akkor könnyen szerezhet. Da, dacă mergem pe o cale bună, curată, pură, atunci e ușor să obții experiențe spirituale. Most mondom egy pár szót, hogy mi ez a lelki tapasztalat. Îți explic ce înseamnă experiență spirituală. Ugye, mi lelkek vagyunk. Pentru că suntem suflete. Van Isten. Este Dumnezeu. Ő is egy lélek, ő felső lélek. Ő örökkivaló. Ő mindent tud. Boldogsággal rendelkezik. És neki is van formája. És a léleknek a feladata vele kapcsolatot építeni. Iar sufletul are datoria să-și creeze legătura cu el. És ezt a folyamatot jogának nevezik. És ezt a praktika, mert joga, azt jelent egy kapcsolat. Azt is jelent, hogy kapcsolat erősítés, és azt jelent kapcsolat megszüntetés. Megszüntetés? Igen. Erősítés és megszüntetés. Igen. Joga înseamnă și întărirea conexiunii, dar și ruperea conexiunii. Például megszüntetni kapcsolatot a világgal, a testemmel. Rup connexiunea cu lumea materială. Nem kell megölni magát és elhanyagolni világot. Nu trebuie ca să ne sinucidem și să neglijăm lumea în care trăim. Hanem azon a szint, azon a módon szüntetjünk kapcsolatot, hogy értsünk, nem ez az eredeti örök életem. Ruperea conexiunii cu lumea materială, asta de aici, să înțelegem că, de fapt, ne dăm seama că nu asta îmi este, nu asta va fi viața mea. Ha nem itt van a boldogság. Ci, este, am o fericire. Itt most ő látja, dolgozott, sok sikert elérte, nagyon jó. Mai făcut și tu, ai lucrat. Ami ez egy érdemes, érdem, szóval meg, szóval ez egy a kérdemel dolog, amit ő csinál. Da, tu ai ținut un rezultat bine meritat. De üres. Nincs boldogság. Valami van néha egy kicsit, de nem ez a belső igazi mély boldogság. Igen, mert ebben a világban az nincs. Ezért a joga azt mondja, nem ezzel kapcsolódj a világgal, hanem a lelki dolgokkal kapcsolódj magát Istennel. De aceea joga spune, nu te conecta aici, ci conectează-te cu supra-sufletul tău. Ez nem jelenti, hogy holnap nem kell dolgozni és elmenni... Tudom, de acord. Apácának. Mert ezeket kell csinálni. A lelki út, az nem jelenti, hogy ott hagyni valamit, hanem hozzáadni. Próbálni úgy építeni az életemet, hogy bármit, amit csinálok, hogy ezt szeretnék, hogy Isten velem legyen elégedett. Tot ceea ce facem zilnic, să avem motivația principală să fie, ca Dumnezeu să fie mulțumit cu noi.
mert egyetlen egy, ami minket elégedett és boldoggá teszi, ez mikor az Úr velünk elégedett. Singurul lucru care pe noi o să ne facă cu adevărat fericiți este atunci când noi o facem fericit pe El. És hogyha hitelesen csináljunk, akkor ez nagyon könnyű. Dacă facem într-un mod autentic, este foarte ușor. Hogyha nem hitelesen, akkor ez lehetetlen. Dar dacă nu este oficial procesul, e imposibil. Poți să spun ceva acum? Chiedeți următoarea? Igen, persze. Deja mi-am uitat ideea. În anii ăștia, am știut eu acolo că trebuie să fiu un om bun și să fac bine. As a good even that with you and my kinetic și ucinaia. Da. Cumva, eu am rupt comunicarea cu divinitatea. El s-a făcut, ea s-a făcut în exchange. Și am mers foarte mult pe ce pot eu concret face. Și în momentul meu, e impontit mi tu do ce ani și noi te rândă. Știi? Deci eu știu, tu do, că eu am rupt tu do, știi, iesă, chestia cu divinitatea și asta pe mine acum afectează. Și nu știu, ezengen, aveam și un stil, pentru că bunicii mei, de exemplu, sunt baptiști. Baptiști acum noțiulei? Nu mă pricep deloc pe religia ortodoxă. Pogoam am și niciun mică noastră ortodoxă. Și aveam un stil al meu de a comunica cu divinitatea. Văd, merg mă tuțin și aia stilul și mă audie în comunicată niște. Dumnezeu. Dar acum nu mai am și știu că aici am o problemă, deci, apropo de evoluția mea spirituală. Igen, hogy saját spirituális fejlődésről, ha már szóba került, azt tudja nagyon jól, hogy el van szakadva, és valahogy nem tudja most. Ez jó, hogy tudja. Farka, minek is tényleg. Ez fog adni erőt lépni. Ja, siputere. Igen, és én is elfelejtettem, mit akartam. De lényeg az, hogy igen, hogy ebben a világban, amikor mi csináljunk dolgokat Isten nélkül, mi elszakadjunk tőle. Cum a zis? Când faci lucruri fără Dumnezeu? Da, când faci lucruri și nu ești, și ești unde el. Da. De ő nem szakad el tőlünk. De el nem se rupe de tine. Ő nem olyan, mint mi. Nem olyan, mint mi. Mert ő igazán szeret. Ugye, amikor valaki szeret, az sose fogod hagyni. Azért neki van egy ilyen név, vagy Acsuta. Acsuta. Én neked így ezt a... Eu am de zile, întotdeauna n-am reușit niciodată să ajung acolo la durerea mea, știi? Niciodată n-am putut să plâng. Și mă bucur că zice chestiile astea, eu sunt cu ochii înlăcrimați, știi? Ceea ce mie nu mi se întâmplă și înseamnă că încerc să mă curăț. Da, uite-te că și eu ne primesc în mine. Azi mă întâmplă, még mai nici pe când este. Azi mă întâmplă évek óta, și nem sikerült eljusson a fájdalmához, és évek óta nem sírt, és most erre a két szóra bekönnyezett a szeme, és azt mondja, hogy hihetetlen, és hogy valami most biztos történik, mert ez vele évek óta nem történik. Igen. Acsuta azt jelenti, hogy ez egy tulajdonság. Aki semmilyen körülmények között sose fog hagyni a saját lelkeket. Nem fogja ott hagyni. Nem. Care într-o nicio circunstanță nu o să-și părăsească sufletele. Bármit csinálunk. Bármit csinálunk. Orice facem sufletul pe pământ, nu-l părăsește niciodată. Bármit csináljunk vele. Orice facem cu el. Hátat fordítsunk. Hisztizünk, toporzékolunk. Ne igyekanak, ne igyekanak. Hát, de nem csináltam el úgy. De én itt megyek. Ő mindig... Mit az átom, hogy... Mindig vár. Azért is küldi a saját képviselőket. De csinálj, trinítesi képviselő, reprezentanti. Hogy adja utat. Maga felé. Să oferă oamenilor drumul înapoi spre ei. Oare de asta mi-a trimis și stările astea de rău?
kérdezni, hogy ezért küldte nekem a rosszul léteimet is? Rosszul létet nem küldi. Jelentrimite ezt rövőre? Sose, ő nem csinál rosszat. Ő mindig csak jót csinál. A rosszat kapunk visszahatásként, mikor rosszat csináltunk. Ő nincsen büntető rendszer belül. Tudom. Igen, van az a karma törvény, ami egyensúlyban próbál tartani az életet. Amikor én kiléptem az egyensúlyból rossz irányba, akkor nekem jön a rossz, hogy visszajövök az egyensúlyba. És én vine rău peste mine, ca să mă facă să vină înapoi în echilibru, că acolo nu mai bine. Am zis bine, de am caut drumul, că... Igen. Akkor most mi az út? Ugye, mi ez az út? Azért, mi ez az út? Jó mondtam, hogy az út. Igen. 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 Tehát először kell tudni, hogy én ki vagyok. Kit kell keresni, azt már megbeszéltünk, hogy én lélek vagyok, Isten kell keresni, az a kapcsolatot. A kapcsolat mindig van, amikor csak imádkozunk, már van kapcsolat. Neki van egy ilyen természete, hogy tökéletes. És neki nem probléma a végtelen embert egy pillanat, ugyanabban pillanatban mindenkit hallani. Nekünk probléma. Ezért nem mi vagyunk Isten. Ez az egyik, ahol lehet imádkozni. És a szavakkal is, nem probléma. Ez egy személyes kapcsolat. De van egy út, ami mi gyakorolunk, ez a bhakti yoga, amit... Nem csak mi gyakorolunk. Minden vallás, ami Isten szeretetről beszél, ahol ez a cél. És ott próbálnak szolgálni Istent, ez bhakti yoga. És akkor az út az abból áll, hogy kell társulni olyan személyekkel, akik gyakorolnak. Mert amikor társulok, hallgatok őket, Satam prasanga mama vire samvida. Ezeknek a személyeknek a szavak nagyon erősek. Mikor őket hallgatok, akkor az azonnal változtatja az életemet, tisztítja karmámat. Și în momentul în care îi auzi vorbind sau vorbesc cu tine, automat se curăță karma și altă energie se transmite. Și găsesc chestia asta în bătrână oraș. Chiar de zic, măi, este tăvarăși cum tu l-ai valahol? Igen. Da. Igen, itt van vasárnapként aici program. Duminka. Minden vasárnap. Hát most is a héten lesz. Nem, amikor én tartok, lesz. Ma is lesz. Aztán 5 órától, de amúgy vasárnaptól 4-től, ugye? 4 órától. Duminika de la 4. Van gyakorlatok. Ezért, hogyha mi társulunk ilyen személyekkel, akkor fogunk kapni erőt gyakorlatokra is. Mert beszéltünk, hogy kell úgy élni, hogy minden úgy csinálok, hogy Isten legyen velem elégedett. És mondtam, hogy ez hiteles kell, hogy legyen. Nem, amikor mi az, hogy hiteles? Hiteles? Mindjárt elmondom. Mikor mi társulunk ezekkel a gyakorlókkal, akkor tőlük tanuljunk a hiteles dolgokat. Da, ez muszáj legyen. Jó, az nagyon. Isten legyen, mert elégedett, ami szalamig elégedett. Igen, igen, igen. Dumnezeu, să fie mulțumit cu ceea ce fac eu. Igen, hogy Isten legyen velem elégedett. Sajnos nincs asztalunk. Hát, din păcate, nu avem asta.
És szóval, és azért, amikor társulunk ezekkel a gyakorlókkal, akkor megtanítják, mi az, ami elégedetté teszi Istent. Iar asocierea cu acest practicant, o să, prin asocierea cu ei, o să poți să înveți care sunt acele lucruri care pe ele fac. Mă ne minden. Că nu absolut toate lucrurile fac fericite pe Dumnezeu. És például emberek, amikor gondolják őt, akkor a kábítószeremet azért fogyasztom, hogy Isten legyen velem elégedett. Exemplu e greșit, îmi spune cineva, ok, atunci o să folosesc drogurile în așa fel încât Dumnezeu să fie mulțumit. Nem, nem, ez meg kell tanulni. Sunt lucruri care trebuie să efectiv învățate. Ugyanúgy, hogyha mondjuk holnap megyünk valamilyen nagy híres személyhez egy hétre. Ca și cum, de exemplu, mâine mergi la persoană vestită pentru o săptămână. Akkor kell egy tanfolyamat átmenni, hogy mit kell, hogy kell. Trebuie ca să treci printr-un curs, să știi cum trebuie să te comporți acolo. Ugye régen még királyokhoz csak úgy nem engedték embereket. Oamenii nu puteau să intre la regi numai așa. Tanítottak a beszédre, testtartására, viselkedésére, hogy kell enni, minden megtanították, és ez a hiteles. Ha nem hiteles, mikor ő ember kitalálja. Neoficial, asta este parte, asta înseamnă oficial. Neoficial este când omul speculează singur cam ce ar trebui să. És akkor kitalálja, és akkor mondjuk hozzá egy ajándékot ennek a királynak, de lehet a király ettől halálbeteg lesz. De exemplu, exemplu cu regi, poate vine cineva și îi aduce un cadou la regi, dar poate regele se va îmbolnăvi de la. Hanem azoktól a személyektől, akik képviselnek a királyt, tőlük meg kell kérdezni, meg kell tanulnunk, mi az, ami biztos elégedetté lesz, mit vigyek neki. Trebuia omul respectiv să îi întrebe pe cei care știu exact ceea ce face pe rege fericit și apoi să-i aducă ceva. Ezért, amikor sokszor emberek mondják, de csak szerest Istent. Az igaz? Csak ez mit jelent? Ez azt jelenti, csinálni kell valamit. Mert a szeretet, ez aktivitás. Mikor a anyuka szereti a lányát, akkor nem csak mindig mondja a lánynak, hogy szeretlek és viszlát, hanem megy, keres pénzt, hogy a lányának ezt azt adjan, és akkor sok minden teszi vele aktív dolgokat, és így szeretetet nyilvánítja. Activitățile și plinile pe care le-a făcut. Nu doar prin vorbă. Exact. Și a lanya boldog. Și fica ta este fericită. De miért? De ce? Mert anyuka tudja, mi kell lányának. Zică, mama știe ce nevoie. És ezért ez hiteles. Și de aceea este oficială. De jön egy másik valahol ember, aki nem ismer a lányát, és próbál valamit. Sau vine cineva din exterior și încearcă să facă pe fica ta fericită. Akkor nem lesz elégedett a lánya. Trebuie să treacă prin tine prima dată. Nem lesz elégedett a lánya attól, mert ezért neki anyukától meg kell kérdezni, figyelj, mi az, ami szeret a lányat, mi nem szeret a lányat. Mi, mire nagyon érzékeny, mire nem. Ugye egy személyes kapcsolatról van szó. Isten és személy. Na ez nagyon nehéz, aki, nagyon kevés, aki próbál megérteni, hogy Isten egy személy. De hogyha legalább elfogadjunk, hogy ő egy személy, akkor vele is ugyanúgy kell kapcsolatot építeni, hogy kell azoktól, akik képviselnek őt, azoktól kell tanulni. Și atunci la fel se va clădi și relația cu el, prin acei oameni care îl reprezintă, să trecem prin ei ca să învățăm cum să ajungem la el. Legboldogabb emberek, akik dicsítenek az Istent. Cei mai fericiți oameni sunt cei care îl venerează pe Dumnezeu. Mert Isten akkor nagyon-nagyon sok kegyet ad. Pentru că el atunci îți dă foarte mult. És lehet többféleképpen így, többféleképpen dicsíteni Istent. Ugye van többféle ima is.
Van én, amikor valaki kér valamit Istentől. Van én, amikor hálát megadja. Van én, amikor nagyon dicsérti. Akkor valaki terjeszti Istennek a dicsőségét, ez is jó. Distribuje. Valaki templomokat építi. Szóval lelki... Igen, vagy valaki, még nem tudom, nyomtatja könyveket, ami Isten dicsíti, ennyi sok minden van. Szóval út egyszerű, hogyha hiteles. Nem kell mondjuk elvonulni a világból. Igen, dicsíteni lehet, ugye, ami nagyon jó, ez a mantra. Ugye van, ez ott van felírva a mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez a transzcendentális hangvibráció, ami változtatja embernek az életét. Ami elégedetté teszi Istent. És megint, hogyha ő elégedett, akkor én is elégedett és boldog vagyok. Hare azt jelenti, hogy Isten energia. Mi Istennek vannak energiái, ez az egész világ, ez az energia. De van még belső energia, ami szeretet. És akkor Hare ez a belső energia. A Krishna azt jelenti, hogy nagyon vonzó. Isten nagyon szép. Ő nem szakálos. Ősz ember. Halloweenbe. Valahol a felhőkön unatkozik. És gondolja, hogy megteremtettem azt a világot, most mi lesz? Ő mindig boldog. Mindig a fiatalnak néz ki. Habár védek azt mondja, legősi. De fiatalnak néz ki. Mert neki nem anyagi teste van, hanem lelki. Lelki az azt jelenti, az is itt kinéz valahogy szépen. Csak anyagi test változik, öregszik, betegszik, szétesik, és meghal. A lelki test úgy hívják, hogy anti-anyag. Ez azt jelenti ellentétes természetűen. Nem változik, nem öregszik. Ezért Isten, ő mint öröki fiatal, és legszebb. Ezért, mikor még látjunk valami nagyon-nagyon nagy szép dolgot a világban, akkor ez az Istennek a szépség energiának egy része valakiben van. Azért szép. Mert ő adja a mindenkinek képességeket. Hogyha valaki képes akár bizniszt csinálni, elérni valamit, mivel Isten legképesebb, ő adja embereknek ezeket az energiákat, képes legyél, szép legyél, és ebbe lehet látni Istent is. Hogyha valaki szép, akkor azt a szépséget Istentől kapta ajándékba. Hogyha valaki sikeres, akkor a lehetőségeket, mindent ő adta nekem. Most a
És akkor még hétköznapi tudjunk gyakorolni. És ez egy gyakorlat, ez lelki fejlődés. Ahogy csak én gondolok rá, ő gondol rám. Mikor ő gondol rám, akkor én nagyon boldog vagyok. Mikor ő gondol rá, când el se gândește la mine, eu sunt foarte fericită. És ez pont ez, ami hiányzik a szívünkbe. Și tocmai asta este ce... Hogy ez a kapcsolat. Avem nevoie în inimile noastre această simță. Azt mondják, amikor ember Isten nélkül él, se spune că dacă omul trăiește fără Dumnezeu, akkor a szívbe van egy luk. Atunci în inimă este o gaură. És ember próbálja ezt a lukot betömni. Și omul încearcă să umple acea gaură, acel gol. Kapcsolatokkal, szeretekkel, szerelemekkel, sikerekkel, pénzekkel, alkohollal, kábítószerrel, mindent próbál belerakni a lukba, de a luk még mindig luknak marad. Mert azt mondják, hogy ez a luk az végtelen nagy. Bármit csinálunk, végtelenségig sose lesz betömve. Igen. De Isten is végtelen. De și Dumnezeu este infinit. És pont, hogyha őt rakjunk bele ebbe a végtelen lukba, végtelen Istent, dacă pui într-o gaură infinită pe Dumnezeul infinit, akkor oké. Okay. Aici am nevoie de sfat, de să văd concret, știi? Pontosan, akkor am tudni, hogy kicsi kell. Társulni a személyekkel, akik gyakorolnak. Cei care practică aici, duminică. Akkor énekelne mantrát. Olvasni, hát tudom, van Bhagavad Gita, azt lehet olvasni, vagy mik vannak még a románok könyvek? Hát azt hiszem csak az van románul. Sajnos, igen, most még nincsen románul lefordítva sok könyv. Angolul, nem? Uh-huh. Ne. Azt a könyvet, amit vett Kiki, az nagyon jó, imádja. Melyiket? Ja, aha. A Chant Being Happy? Uh-huh. Ja. Chant Being Happy. Igen. Ezt a kárt, hogy Harrison Ford, és explica toată trăirea lui cu Krishna. E foarte tare. Igen, hát George Harrison gyakorolt. George Harrison, Harrison Ford. Ja. Ford is. Și, da, noi am discutat și de Harrison Ford. Șeful de la... Destructor. Și șeful de la mașină Ford. A Fordnak a tulajdonosa, ő gyakorol bhakti jogát. Most tudom fix, se trebuie să practic. Sigur, traduj azt a... Nem tudom pontosan, mit kell cselekedjek, hogy kell. Igen, türelmes kell lenni. Știu clar că trebuie să umplu golul ăla. Tudom, hogy be kell töltsem azt a lyukat. Cu... Egyedül nem fog menni. Szingura most tudom, hogy röbdetoár. Vagy lassan, nem mondjuk, hogy egyáltalán nem fog menni, de nagyon lassan. Nem nehéz. Igen, ezért türelmes kell lenni, ez lépésről lépésre fog menni. Elégedettség rögtön fog változni, a belső dolgok fognak változni. De ennek van nagyon nagy mélységei. Nagyon sok szint van. És mint a fa. Mikor elültetjünk a fát, első szint, hogy lesz csíra. Második fa, második szint lesz fa, harmadik szint érett a fa és gyümölcsöt ad, negyedik szint gyümölcs érett lesz. Szóval ez egy folyamat, időbe fog telni, de aki már elkezdte, az már nyert. Ez nagyon fontos. Mert hogyha valaki mondjuk első lépés megtette, és nem tudta befejezni, akkor van egy garancia, hogy következő életben megint ember lesz, és tud folytatni. Jó. Deci cine a început, dar nu a... Da, și acum, de exemplu... Să garanția că să fie om o viață următoare. Am mai comandat încă o carte care s-ar putea să mă ajute. Am văzut acolo ceva care cred că am de lucrat cu mine. Vet, Magának, e könyvet.
amire azt gondoltam, hogy lehet, hogy fog neki segíteni. Dolgom van vele, nekem. Igen, jó, igen. Az egyszerű dolgok, szóval nem mondjuk varázslatokat. Na, szóval figyeljük csak a... Társulni, itteni személyekkel, vasárnap kezdeni, próbálni lehet. És szépen lassacskán. Mert ők fognak segíteni, fognak mindig kapni. Vagy szerintem, de akkor nem lesz most itt ulóni, hogy Szofi és Ipaktipán. Kérdezi, kik lesznek itt. Most vasárnap nem leszek, ma itt leszek én. De vasárnapos el kell mennem Magyarországra. Da, astăzi lui, mâine trebuie să plece până în Ungaria și revine în 24, din 24 până în 30. Következő vasárnapra szeretnék itt lenni. Dar duminica viitoare sigur va fi aici. Sunt eu și mai este o doamnă care practică de 10 ani. Și mai sunt câțiva discipoli care fac de câțiva ani, deci nu mai cer care practică. Cu diferite experiențe. Muntam tăgeșima tăgeșmică. Igen, e nagyon jó. De 10 ani face și... Și ce s-a întâmplat în tinerile astea? Chiar de zi-mi tărtinică de ea în talacuzașcol. Hát van mantrázás elején. Da, se spune mantra. Van egy mantra. Énekeljünk mantrákat. Nagyon vidám dolog. Utána van egy kis lecke. Igen. És utána még egy kis ének van. És utána van beszélgetések. Mellette egy kis finomságokat hoznak, és akkor eszünk. Egy ilyen étel, ami karma free. Egy jó kis hangulaton program. Hát érdemes megnézni. És akkor már te meglátod. Igen, egyszerű. Deci eu ca să concluzionez cumva. Hogy nekem legyen, hogy tudjak húzni egy vonalat most. Az jó. Trebuie să mă apuc. Kell kezdjek. Ez a dolgot én és a... Isten. Kapcsolatot? Da, legătura asta. Igen. Vissza kell építsen valahogy. Igen. No, și asta mi doream să văd, știi, nu știu fix ce, cum pot eu să fiu plăcută lui Dumnezeu. Ce trebuie? Ez az, amit nem tudtam, hogy hogy tudom én magamat megkedveltetni Istennel? Mit kéne csinálni? Igen, mi mikor fogunk látni, itt a másik személyek, hogy ők milyen boldogok, mikor a kapcsolatban vannak, akkor kapunk rá kedvet. Când o să vezi, de exemplu, duminica, persoana care vine aici, pe care o să vezi să fii fericirii atunci când sunt conectat cu el, o să primești chef. Ezek az emberek ragyognak. Ragyognak. Dominează. Itt van a Renata, emlékszem, tavaly jött. Na, én szent egy. Ilyen kis szürke volt az egész. Látszódott, hogy ő is egy kicsit így zsákutcában van. Most egy év elmúlt. Ragyog. Întotdeauna am încercat și am stat în preajma oamenilor zi asta. Mindig olyan emberek között voltam, care am simțit eu că sunt luminoși. Încât de éreztem, hogy ragyogás de la care am ce lua. És akitől van, mit tanulja. Igen. Én tot așa am fost. Mindig így, mindig olyan embereket társultam, akik éreztem, hogy van mit kapni tőlük. Na, și să învăț de la ei, știi? És tanulni tőlük. Atunci o să încerc să vin, să văd dacă simt aceeași treabă. Hogy lássam, hogyha ugyanazt érzem itt, mint ahogy azt éreztem, hogy többi emberek között, hogy van mit tanuljak tőlük. Jó. O să simt chestia aia, știi? De eu personal, să fiu sinceră, Hare Krishna, nu știu ce, nu neapărat
m-am regăsit vreodată. Ai cântat vreodată mantra asta? Nu, dar parcă nu neapărat dacă auzeam pe cineva, știi? Nu neapărat am simțit o chestie că pe mine m-a, așa, știi? Uh-huh. Să cred în treaba asta. Uh-huh. Da, poate că am fost eu închisă. Sau sceptică, poate. Sceptică sau închisă, pur și simplu. Lehet, szkeptikus voltam, hogy túl bezárkózott, de amikor én hallottam a Hare Krishnát, vagy bármit így másoktól, én sose nem mondtam ki, de amikor hallottam, milyen voltam, hogy se jobb, se rosszabb, szóval nekem hidegen hagyott egy kicsit, így nem is nagyon hiszek benne. Nem baj. Nem probléma aztán. Nem baj, nem probléma. Lehet kezdeni, csak jönni, megnézni. Pozdor să vii și să asculți, nici nu trebuie să spui niciodată. Mantra az működik, akkor is, hogy tudjunk, nem tudjunk, hiszünk, nem hiszünk. Mantra funcționează indiferent dacă știm sau nu, sau dacă credem în ea sau nu, inclusiv și dacă nu rostești și doar o auzi, are efect bun. Mint a gyógyszer. Este ca și medicamentul care iei. Fáj a fejem, azt se tudom, hogy működik, beszedem. És mondhatom, nem hiszek, akkor is elmúlik. Mert van egy reakció. Szóval nekünk van egy finom testünk. És a lelki testünk. És a mantra ott működik. Reakcióba. Van egy reakció. Szóval vannak hatások, és akkor... Mondanám a saját tapasztalatot. Na, mondd el. Vroiam, eu prima dată când am început să folosesc mantra, n-am fost în stare să spun luni de zile. Și când o spuneam, tot timpul aveam un nod în gât. Numai nu ieșa. Mi era rușine să o spun în public. Aveam foarte multe bariere din astea. Uh-huh. Și la un moment dat am fost în Valea Krishna, de fapt, în, nu de mult, acum 2-3 luni am fost acolo și am intrat în templu. Dar acolo m-a lovit așa o energie, că n-ai cum să scapi acolo și atunci am simțit. Știi tu când ai o emoție și îți vine în gât și înapoi? Nu, acolo, de fapt, mi s-a spart mie viața. Deci dacă vii... La început, și încă nu simți nici că ai putea să o rostești pe mine efectiv, când auzeam... Păi m-am enervat, știi? Și pe mine m-a enervat. Încercam să o ascult acasă pe YouTube, numai nu reușeam. Mă enerva efectiv și schimbam. Și acum... Aceeași. De-aia am vrut să spun efectiv, pentru că și eu și sora mea am trecut prin aceeași chestie și doar să te liniștesc că e ok. Dă-ți un pic de timp să vezi... Unde pe YouTube? Îți trimit un link, eu, ca să-ți dau una bună, faină, care să-ți placă un pic, că eu căutam măcar să-mi placă melodia, dar nici cum nu mă plăcu melodia, căutam alta, ceva melodie, ceva instrumente mai faine lângă, să mă fac cumva să-mi placă, așa cum îmi place foarte mult, montam nechihoi, și... Iertă-te! Igen! Nu, să vă... Nagyjából. Ez nem az is, mikor YouTube-ról hallottam, és kerestem olyanokat, hogy valami legalább melodikusabb legyen, van valami, hogy bírom ki. De utána a Krishna bőjbe így meglökött, az tényleg ott éreztem igazából az extázist. Mikor láttam azt az embereket, én voltam, hogy atya világ, hogy ezek milyen boldogok. És akkor így olyan voltam, hogy szóval nem lehet leírni. Igen, mert amikor a lelket érinti, akkor kész. Kész, akkor lelkülákkal vilják humák. Köntjó, kincs, igen. Mikor sikerül nyitott lenni, abban a pillanatban átüti. De, köntjön pékedés, kész, pácsuk. Igen, akkor zárkozott vagyunk, akkor is működik kicsit lassabban, de működik. A sikerülés kész funkcionálsz, de fortenség. De nyitott, bum, kész. Kész, oké, maduk. És adja egy lelki élményt fogadni. És ez de nem kell erőltetni ezeket. De nincsodát, ezt nem te forcálsz, a menjünk direkciánszám. Szóval lásd a bíjnek a tényleg. Csak látom, hogy nagyon jó ember. De van pe tényleg, és tudom, forte. És keres, hogyha őszinte fog találni az útját. És dacă într-adevăr caut, atunci, és sincer, sigur, nem poszta az összes kállani. Igen, én csak azt mondom, hogy folytassam. Eu îți propun doar să continui ce ai început. És akkor legyen nyitott. Hogy melyik az út az övé, és akkor az legyen. Az a zenét kállni, a momentát, dúlt a
Mulțumesc! Köszönöm! Nagyon szívesen! Remélem hasznos volt. Da, știu că asta am de lucru. Poate acum s-a mai... mi s-a confirmat. Tudom, hogy ez kell keresem, és valahogy úgy érzem, hogy ez a találkozás által valahogy ez confirmat. Mi s-a confirmat că asta am de lucru. Aláíródott, hogy a igen. Eu relația mea azi. Cu divinitatea, știi? Tudtam én, hogy valahogy az isteni kapcsolata van. Lucrez. Amit kell dolgozni. Igen. Igen. Da. Foarte, nagyon inteligens. Igen. Rar să vină oamenii și să fie inteligenți în același timp, atât de lucid. Sunt oameni care vin și se plâng, degeaba le spui orice, efectiv nu trec de bariera că se plâng, degeaba, dar tu ești atât de conștient, e rar. Îți spun foarte sincer că e foarte rar că vine omul de atât de lucid. Că... Mi-am întors, mondtam, nagyon ritka az, hogy olyan az ember, és ennyire átlátja a dolgait. Mert jönnek az emberek, folyamatosan panaszkodnak, bármit mondod, ugyanott van a panaszkodásban, nem tud átlépni rajta, nem látja azt, amit mondod, és ritka az, amikor olyan az ember, annyira átlátja, hogy mit kell, mint hogyha kiléptél a szerepedből, és így nézed az egész életed, mint egy film. Igen, és akkor így látod, és tudod, csak nem tudod, hogy merre irányítsad azt a kis pillanat. Nagyon. De azért mondtam én, hogy ez a fost un nivel, ez volt egy platforma. Platforma. Után spirituális egy kicsit. Más nivel. Cu alte chestii materiale, să spun. Astea de lume, știi? De casă, copii, familie și toate alea. Minefile, azi spirituális szinten, de az is így anyagiba ment át egy kicsit, hogy család, munkaház. De ezt muszáj, nem lehet ott hagyni. Ezt nem lehet hanyagolni, se családot, se munkát. Acum este ridicarea la un alt nivel spiritual, să zic așa. Most egy spirituális szintet kéne valahogy elérni, hogy igaz. Igen, szóval amikor van családmunka, akkor egyensúlyt kell keresni, hogy spirituális is legyen, és családmunka is legyen. Da, az is, că nu trebuie să mergi deasupra familiei și a jobului, trebuie să le aduci la amândouă. De, utána, apoi, amikor ő mondja, hogy most biztosította magának anyagi teret, anyagi hátteret. După ce ți-ai asigurat, după ce ți-ai creat siguranța financiară... Akkor most ez a feladat lesz. Acum, exact asta urmează, ceea ce... Hogy ne dolgozzon reggeltől estig. Nu mai lucrezi dimineață până seara. Valamennyit kell, mert igényeli, szereti. Ez jó. De már úgyis, hogyha kevesebb dolgozik, megvan fenntartása. De si dacă ai lucra mai puțin, tot te poți întreține. Ezért kell próbálni fékezni tudatosan egy kicsit. Conștientă trebuie. És nyerni időt is, befektetni a lelki dolgokra. Csinálok most. Conștientă. Nagyon jó. Pe frână. Da. Am spus. Îs cumva aranjate lucrurile, chestiile alea de siguranță, de așa, știi? Și trebuie să lucrez acum și pe partea a mea, care mi aduce mie fericire. Pont ez csinálta, hogy most egy kicsit lefékezett, és most a saját boldogságával van ez. Jó, nagyon helyes. Foarte bine. Lesz, siker lesz. Azt a hozzá, hogy aduk a succesul. Igen. Doamne ajută. Să lumineze Dumnezeu mintea, să știu ce să fac. Adja Isten, hogy megkapjam azt a fényt, hogy tudjam, lássam, mit kell csináljam. Jó, adja. Adja, de... Csak legyen nyitva a szeme. Na, már színjétsz, aki vész ki. Ez két irányú dolog. Ami dubla, hogy ez a... Dóa teljesült. Mert hiába be van kapcsolva a villany, de ha csukott szemmel megyünk, nem látjuk se. Minden szállat, látom, és fogok én kismogatni. Igen. Jó. Láztam a referámját. Hát azt a nevoja estét, hogy csak szóval deszkid oki majd bíne. Jó, akkor kikenyítsem aztán. Igen. Bármikor van szükség beszélgetni, én most el fogok utazni, de jövők, szívesen beszélgessünk. Jó, azt hattam egy szón. Bényleg. És így, de szemben azt az ám, hogy a pszichológ de la ora
Am de la 5 antrenamentul și de la 6 jumate am psiholog, deci astăzi clar nu pot să vin. Mai vrei să te vezi cu ea săptămâna cealaltă? O să spun eu când. Ok, bine. Și când te întreb și când este atunci. Bine, până 30, știi, 24 până 30 o să fie aici. Bun. Ok, mai întâi să o ne cheam din micul să redne de la Dumnezeu. Eu, rămân, igen. Okay. Mulțumesc. Nagyon szépen köszönjük.